Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. A balliberális kormányokhoz hasonlóan az önök gazdaságpolitikája 12 év elteltével is abból áll, hogy ingyen pénzt és adókedvezményeket adnak a multinacionális vállalatoknak, hogy hazánkba hozzák beruházásaikat. Ez a gazdasági modell önálló nemzetgazdaság építése helyett évről évről inkább a politikai túlélésről szól. Rövid távon elmondhatják, hogy mennyi új munkahely jött létre, és mennyivel nőtt a GDP, viszont hosszú távon gazdasági függőségbe taszítják az országot. A magyar adófizetőknek sokba került, hogy a multik összeszerelő műhelye lettünk. A külgazdasági és külügyminisztérium legfrissebb adatai alapján 2004. júniusa és 2023. januárja között 433 multicég 8171 milliárd összegű beruházásához összesen a kormány 1053 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást adott, és ezért cserébe összesen 94 000 új munkahely vagy annak megtartását vállalták ezek a multicégek. Sőt, 2020 óta már nem is kötelező egy ilyen beruházás esetében, illetve ilyen támogatás igénybevétel esetében új munkahelyet létrehozni, elég csak a beruházást megvalósítani. Miniszterelnök úr 2022. november 2-ai parlamenti felszólalásában ettől nagyságrendileg ugye 1 millió munkahelyről beszélt, de mondott még mást is, idézem, magyar emberek 10 és 100 000-ei kereshetik meg a kenyerüket, idézet eddig szól. Ez jelentheti talán azt is, hogy vendégmunkások számára adnak ki engedélyt esetleg nagyon nagy számban ahhoz, hogy a betöltetlen álláshely betöltése kerüljen. Úgyis Magyarországon a gyáraknak olyan szintű munkaerő igénye van, hogy a magyar munkaerőpiac nem is tudja ezt kielégíteni. Továbbá büszkék arra is, hogy a magyar gazdaság 2021-ben 7,1%-kal, 2022-ben 4,6%-kal nőtt. A GDP növekedésében azonban a külföldi vendégmunkásokat és a multik által külföldre kiszivattyúzott profitot is beleszámítják, ami hibás. A külföldi nagyvállalatok ugyanis a támogatási szerződés megkötése után 2004 és 2021 között összesen 13 700 milliárd forint profitot vittek haza az anyaországukba, ami a magyar gazdaság fejlődéséhez aligha járulhatott hozzá. Kérem tisztelt államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt 12 év elhibázott gazdaságpolitikáját mikor vállalják a politikai felelősséget, mikor látják be végre, hogy nem a következő évi GDP-ben kellene látni a megoldást, hanem abban kellene gondolkodni, hogy hosszú távon a függőségi viszony nélküli fejlődési pályára tereljék az országot, és a hazai mezőgazdaságra, élelmiszeriparra, a KKV szektorra és a magyar emberek tudására épülő önálló nemzetgazdaságot építsenek. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. A választ Metszer Tamás államtitkár úr fogja megadni. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Minden tiszteletem mellett meg kell jegyeznem azt, hogy íger az ember, hogyha ír egy rossz, pontatlan szöveget, és aztán ragaszkodik hozzá. Ugyanis ön 2004-es időszakot kér számon rajtunk, és tisztelettel jelezni szeretném, hogy abban az időszakban nem az Orbán kormány vezette az országot. Ez egyik. A másik, amit szeretnék felvetni, hallgatva a felszólását eszembe jutott, hogy egyszer azt kéri számon rajtunk, hogy túl kevés munkahelyet hoztunk létre, és a másik mondatában meg, ha jól értem, azt, hogy túl sokat. Kérem, hogy ezt rendezzék párton belül, és aztán legyen világos, hogy mi is a kérdés. De ami ennél is fontosabb, az azt, tisztelt képviselő úr, hogy az össze-vissza beszéd ellenére azért az világos, hogy ezt a felszólást minden további nélkül elmondhatta volna egy baloldali párt képviselője is, és bár nem kérte, de hogyha megenged egy tanácsot, óva inteném önöket attól, hogy rálépjenek a Gyurcsány útra és beálljanak a baloldali pártok sorába, mert aztán egyszer csak ott találják magukat a ma már törpe párt Jobbik mellett, a vezetőjük meg esetleg ott üldögél majd Jakab Péter mellett, és hát láttuk, hogy ez az út nem sikerrel van kikövezve. Na most hadd válaszoljak néhány számmal az ön által elhibázottnak nevezett gazdaságpolitikával kapcsolatban. Az igaz,
bár ön erre nem utalt. Tisztelt képviselő úr, hogy 2010-ben, amikor az Orbán kormány átvette az ország vezetését, óriási probléma volt a munkanélküliség. 11,5-12%-os volt a munkanélküliség, rengeteg családnak nem volt rendszeres bevétele, nem volt jövedelme, bizonytalanság uralkodott éppen emiatt, és kilátástalanság. Éppen ezért az Orbán kormány egyik legfontosabb feladata és stratégiai célja volt munkahelyek létrehozása. És valóban az igaz, amire ön utalt, és tulajdonképpen, hogyha jól értettem azt a félmondatot, akkor ez helyes utalás volt, hogy 1 millió munkahelyet hoztunk létre az elmúlt időszakban. 4,7 millió ember dolgozik Magyarországon, ez történelmi rekord, és 1 millióval több, mint ahányan 2010-ben dolgoztak. Remélem, hogy ezt ön sem vitatja. Na most az elhibázott, ön által elhibázottnak nevezett gazdaságpolitika eredménye továbbá az is, hogy a reálbérek még a tavalyi nehéz évben is, a háború és a szankciók ellenére is 2,6%-kal nőttek, 2010-hez képest kedvezmények nélkül több mint 70%-kal nőttek a reálbérek. A nyugdíjak vonatkozásában azt kell mondanom, hogy 2010-hez képest megkétszereztük, megdupláztuk a nyugdíjakat, a vásárlóérték pedig 20%-kal nőtt, visszaadtuk, nehéz körülmények között visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat, természetesen ezt is mindig inflációval növelt összegben kapják a nyugdíjasok, és mi nem elvettünk a nyugdíjasoktól, és senki mástól sem válságok idején, hanem épp ellenkezőleg odaadtuk és visszaadtuk ezt is. Aztán az ön által elhibázottnak nevezett gazdaságpolitika eredménye az is, hogy a tavalyi esztendőben egy rendkívül nehéz évben a 25 éven aluliak adókedvezményt kaptak, ez 330 ezer fiatalt érint, és az átlag fizetésnél 119 ezer forintot jelent. A családok pedig visszakapták a befizetett adójuk jelentős részét. Emellett beruházási rekordot döntöttünk, 2600 milliárd forintról döntöttek magyar és külföldi beruházók, tehát ezt az összeget hozzák Magyarországra, erről született döntés a tavalyi esztendőben, ez szintén rekord, az exportunk pedig 142 milliárd euró volt, ez a 2010-es duplája, szintén rekord, és tudnám még ezeket a számokat hosszasan sorolni. Mindennek egy oka van, mi mindig a magyar érdeket tartjuk szem előtt, ezt javaslom önöknek is. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Szabad István képviselő volt, kérdezem, elfogadja-e az államtitkári választ. Parancsolja. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. A válaszát nem fogadom el tisztelettel, már csak azért sem, mert egyrészt a GDP nem csak a gazdasági fejlődés mérésére alkalmatlan, hanem másra is. A másik pedig az, hogy én világosan mondtam, hogy a balliberális kormányokhoz hasonlóan az elmúlt 12 évben ugyanazt csinálják, ingyen pénzt és adókedvezményeket adnak. Tehát köszönöm szépen, hogy olyan szépen kitetszett oktatni, viszont ez tény. Nem beszélve arról, hogy az az 1053 milliárd forint, amivel az elmúlt 10 évek alatt támogatták a multinacionális cégeket, még közel 100 ezer munkahelyet sem mertek bevállalni kötelezettségvállalással, és a másik pedig az, hogy az az 1 millió munkahely, ami egyébként a kormánypárt mindig is említi ezeket a számokat, vagy ezt a számot, abból jelentős része külföldi vendégmunkásokkal van kitöltve. Ez az önök munkaalapú társadalma? Köszönöm szépen!